1917-ben mondták ki először törvénybe iktatva, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára kell megörökíteni. Másfél évvel az első világháború kitörése után felmerült a szervezet formában történő tisztelgés. Akkor, amikor egyre sűrűbben érkeztek haza a hősi halálról, eltűnésről szóló értesítések. Szőgyénben két kőszobor az elesettek nevével üzeni az utókornak, hogy az első és a második világháborúban elesett hősök közülünk valók voltak, akik a hazáért áldozták életüket. A történelmi vitézi rend Komárom-Esztergom megyei székkapitányságának küldöttsége a Szőgyénben, ahol sírjaink domborulnak című, a Hősök napja alkalmából megrendezett történelmi megemlékezésen felolvasták az első világháborúban elesettek névsorát. János Csókás, János Dékány, János Revenka Miklós, Dukon Boldizsár, Dukon István, Elzer István, Elzer Péter, Fábián Ferenc. Bár tetteik sora nagyobb részt az ismeretlenség homályába veszett, melynek véget vetett egy végzetes lövés, robbanás, vagy egy beomló fedezék. És ez az értelmetlen halál nem csak a háború első vonalában tombolt, de a hátországban, a hadifogságban és a vége láthatatlan, kiszolgáltatott helyzetek. Nagy arany, nagy ezüst, minden elszáll, mint a füst. Alig egy-két könnyed ejtünk, s mindent, mindent el. Vitéz Trombitás Sándor magyar király őrmester hősítette nem csak családja számára ismeretes mára, hanem közösségünk is lerója kegyeletét, aki ma már a magyar szőgyéni temetőben pihen. Kimagaslóan vitézi magatartását elismervén 39-ként megkapta a Magyar Aranyvitézségi érmet. Az 1944. szeptember 19 és 23-áig tartó harcokban lélekjelenlétét megőrizve bátran szembeszállt az ellenséggel. Éltében talán csak a családja tudott arról, hogy ilyen magas rangú kitüntetést kapott. Éppen ezért az a kötelességünk, hogy a Hősök napja alkalmából megemlékezzünk róla, és Vitéz Kurz Mihályról, aki tűzkereszttel és a magyar bronzvitézségi éremmel kitüntetett magyar királyi honvéd volt. Az érmet az ellenség ellen tanúsított vitézi magatartásával érdemelte ki 1945. január 21-én. Poszthumusz 2010. szeptemberében vitézzé avatták. Katonák, hősök, akik elmentek otthonról önként, vagy mert ez volt a parancs. Fegyvert fogva felsorakoztak és megindultak oda, ahol eldőlt a győzelem vagy a vereség kérdése, ahol az élet és a halál útjait járta mindenki. De ebben a világban is volt egy pont, ahol csak az egyén akarata számított. Ez a hősi viselkedésmód elfogadása, a nemes vagy a nemesnek vélt célok érdekében a tudatos életáldozat vállalása, mely önmaga és az anyagi világ törvényei fölé emelte az egyént, a hétköznapok harcosaiból halhatatlan hősökké nemesítve őket. A feláldozott életért ennél többet az ember nem is kaphat. Ezt az áldozatot és az érte kapott jutalmat semmi nem kisebbítheti, független az ideológiáktól, a vallásoktól, az etnikai hovatartozástól. A történelmi vitézi rend Komárom-Esztergom megyei székkapitányságának megjelent tagjai egyetszel fehér rózsával tisztelettek a feláldozott életekért a második világháborúban. A történelmi megemlékezés a Szőgyénben elesett magyar honvédek sírjánál fejeződött be. A négy ismert és két ismeretlen honvédnek Schmidt Róbert készített tavaly kopjafát. Emléküket a német szőgyéni temetőben őrizzük. A megemlékezés négy helyszínén őrséget állt a Szent István 3. honvéd gyalogezred katonai hagyományőrző csapata, az önkormányzat és a községben működő politikai és civil szervezetek koszorúval emlékeztek a borzalmas időkre. A méltóképpen lefolytatott ünnepség színvonalát emelték a Csongrádi alapiskola diákjai, Alt István és a 32-es számú Szent Mihály Cserkés csapat tagjai, valamint a 9. Vörössipkás Zászlóalj felvidéki hagyományőrzője.
bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.